Az országos átlaghoz viszonyítva Tamás is szerencsésebb helyzetben van. Mindez annak az előrelátó gondolkodásnak köszönhető, melynek eredményeként a közintézmények jelentős részében nem gázzal, hanem geotermikus energiával fűtenek, mondta Podra Ferenc tamási város polgármestere. Emellett az energiatakarékosság jegyében olyan köztéri lámpák világítanak a városban, melyek programozhatóak, így jelentős megtakarítást sikerült elérni. Hát összességében a gáz áremelkedés is érinti a várost, de az kevésbé. Nyilván a villamos energia áremelés az azért jelentős mértékben hat a város intézményeinek, cégeinek napi működésére. A stúdiónknak adott évértékelő beszélgetésben Podra Ferenc arról is szólt, több pályázatukat, bár előre haladott állapotban voltak, végül is nem sikerült befejezni, mert a szükséges források eddig nem érkeztek meg. Ilyen a fürdőkorszerűsítése és újjáépítése is, melyet mi hamarabb szeretnének folytatni, hiszen ez a város idegenforgalmi koncepciójának kiemelt szereplője. Én azért egy picit örülök annak, és erről még itt nyilvánosan nem is nyilatkoztam, hogy a város kezébe visszakerült a fürdő. Voltak azért vitáink a bérlővel, kisebbek, nagyobbak, ezeket meg tudtuk oldani, most egy új helyzet van. Erre az új helyzetre építve én azt gondolom, hogy ebben az évben vagy rövid távon a város is fogja tudni működtetni a fürdőjét, aztán majd meglátjuk, hogy hosszú távon mi lesz. A tervek szerint az idei esztendőben megkezdődnek a munkálatok, és a tavasz folyamán részleges nyitvatartás mellett újra látogatható lesz az intézmény.